Buenas tardes, chicos! Hát így is köszönhetnék, mert hogy egy igazi spanyol specialitás lesz a mai desszert, ami nem lesz más, mint a churros. Nagyon egyszerű, nagyon gyors és iszonyatosan finom. A készítésével azonban, hát ahogy néztem így a neten, hát mindenki mást ír, ezt készítsétek el, így készítsétek el, mert ez a legjobb, higgyétek el, és ez fog a legjobban ropogni is. Először is fölforraltok 300 milliliter, azaz 3 deciliter vizet. Ez az első lépés. Utána hozzátok 40 g cukrot. Jöhet a vízbe a 80 g vaj. Érdemes így földarabolni, hogy könnyebben és jobban olvadjon el. Adtok hozzá egy egész teáskanálnyi sót. Igen, ez lehet, hogy durvának hangzik, de higgyétek el, a só kimondottan fontos a végső íz kialakításában, hogy egyszerre legyen picit sósabb, nem, hogy mondjam, hogy egyszerre legyen sós és édes, de a só egy picit följebb legyen a só szintje. És akkor így, amikor belemártjuk a kávés csokoládé szószba, mert hogy ez lesz az én specialitásom, akkor lesz a legnagyobb ízélmény. Elkezdjük kevergetni, hogy a vaj szépen egyenletesen olvadjon el benne. Ez az, amikor így már habzik, akkor jöhet bele a liszt. Csak így bele. Csomós lesz? Igen. De nem kell megijedni, hanem fogjátok, és nagyon egyszerű keverő mozdulattal elkezditek keverni. Nézzétek meg, hogy az elején még azért a liszttel nem könnyen elegyedik a tészta, de egyre határozottabb mozdulatokkal kavargatva elkezd szépen összeállni. Nézzétek, hogy de szép. Puha, gőzölgő, de már nem csomós tésztáról vagy masszáról beszélünk. Ha ez megvan, akkor fogtok egy keverőtálat, és mehet bele. Így. Mivel ilyenkor a tészta még nagyon meleg, nem szabad egyből ráütni a tojást, ugyanis ehhez a mennyiséghez 4 egész tojást fogok hozzákeverni. Ehhez érdemes gépet használni, és ha gépet használtok, akkor nézzétek, ez a típusú keverő nem a habverő, hanem ez a típusú keverő karra lehet kidolgozni a legjobban a tésztát. Ilyenkor ugyanis hozzá kell keverni ugye a tojást egyesével, és a lényeg, hogy minél több levegő is hozzá kerüljön a tésztához. És erre a legalkalmasabb ő. A habverő az túl sűrű. Jó, és akkor nézzük a tojásokat. 1-es, 2-es, 3-as. A mai lottószámok emelkedő számsorrendben, tehát a következőek 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Összekezdem akkor a 4-essel. Fogjuk, elkezdjük keverni. A tészta ilyenkor egy picit át kell levegőztetni, hogy látjátok, ez a sok gőz, ez kimenjen belőle, mert így még túl forró. Rákenni a hideg üst falára a tésztát, egyből lehűl, és már is mehet hozzá a tojás. Nem baj, hogy egy picit langyos a tészta. Pontosan ez kell nekünk. Na, ennyi idő elég is neki, és így fog kinézni nektek is a massza. Ilyen teljesen sima, és már ugye nem meleg, hanem csak langyos, és nagyon jól lehet vele dolgozni. Jó, hogyan tovább, ugye? Merül fel a kérdés, nagyon egyszerűen, természetesen. Továbbra is étolaj, gáz, nagyobb edény, és fölmelegítjük az olajat 170 fokra, hát 168 lesz a 170 is, tehát 165-170 fok között kell, hogy mozogjon az olajhőmérséklete. Ha túl hideg, elázik, nem lesz ropogós. Ha túl meleg, nagyon hamar barna lesz, és a közepe ilyen nyers lesz. Ezért nagyon fontos a hőmérő, hogy pontosan tudjuk, hogy 170 fokon süljön, vagy legalábbis annak a közelében. Hoztam nektek egy nagyon egyszerű és szuper szerkezetet, ebbe fogom én most beletölteni, de még mielőtt összeraknám, kiválasztom, hogy melyik formázó legyen az elején, mit gondoltok, melyik lesz? Igen, aki erre a nagy csillagra tippelt, az nyert. Fogom és ide így nagyon egyszerűen beleteszem ezt a tésztát, így. Puff, neki. Teszünk bele többet is, minél több, amennyi belefér, én azt szoktam csinálni, azzal föl kell tölteni. Így. Már hallom a kérdéseket, igen, hogy hol lehet ilyet kapni. Nagyon egyszerű, a webshopomba megtaláljátok, így. Szépen rácsavarjátok fölülről is,
Így egy nagyon egyszerű formázóhengert kaptok. Nézzétek, fölül tekerem, alul pedig jön a cucc. És nézzétek, hogy milyen szabályos, szép csillagokat nyom. Látjátok? Ezzel senki nem tudja eltéveszteni, és olyan tud villantani csúrosz kategóriájában, hogy versenyt lehet vele nyerni. Még Spanyolországban is. Nézzétek meg, milyen szép. Hát nem gyönyörű? Ami ugye még nagyon fontos, hogy ugye ollóval vágjuk megfelelő méretre majd a masszát. Viszont ez egyébként nagyon veszélyes, főleg akkor, hogyha elsőre csináljátok, mert ha az olaj fölött vágjátok el, mint a profik a tésztát, akkor az a baj, hogy a plöttyenésnél vagy a belecsobbanásnál a fölcsapódó olaj égési sérüléseket tud okozni, és erre nagyon fel szeretném hívni a figyelmet. Úgyhogy most megmutatom, vagy mutatok egy olyan módszert, ami a kezdőknek javaslok. Vágtam zsírpapírból ilyen darabokat, ezt teszem rá a vágódeszkára, és az a technika, hogy erre nyomom rá a csúroszt úgy, hogy szépen rajta legyen. Itt fogom, és akkor szépen elvágom. Így. Vesztek egy spatulát, vagy valami nagyobb tárgyat, amivel ugye bele tudjátok majd helyezni, és nagyon egyszerűen fogjátok, és így beleengeditek, így. És már sülhet is. A papír megvédi a letapadástól, és nézzétek meg, hogy egyből ugye ezzel a technikával, hogy a tojást a szinte langyos masszához raktuk hozzá, egyből dagad a tojás. Egyből ott a levegő, amit belepréseltünk, és sokkal ropogósabbra tud így sülni a külső héja és a csúrosznak. Az a lényege, hogy amikor eszed, akkor ropogjon. Én úgy szeretem, hogyha minél hosszabb az a csúrosz, és kicsit kurta is. Így. Mármint, hogy nem teljesen egyenes. És hopp, paff. Meg is van. Jön a következő. Megint csúrolunk. Igen. Megint vágunk. Az a lényeg, hogy szép aranybarna legyen. Fogok hozzá készíteni egy kávés, csokoládé és szószt is, amiben be lehet mártogatni. Szerintem azzal a legjobb, de azért a fahé sem kutya. Jó, így. És akkor nézzétek meg. Látjátok, hogy milyen dagik. Imádom. Szóval azokat a nagyon vékony csúroszokat én nem szeretem. Abban nincs anyag, nincsen kraft. És tele van az ilyen receptekkel a net. Nem csúrosz, mondom, ezt próbáljátok ki, ez a tuti. Nézzétek meg. Szép, vastag, mint egy hotdog. Jó, hát ennek van íve. Látszik, ezt úgy eszed. Tudják a spanyolok, mi a jó. Nem, egyébként ez a vékony is jó. Azt is tudnék csinálni, nagyon egyszerűen, a kisebb csillaggal. A lényeg, hogy amikor már ilyen színe van, akkor kicsit lecsöpögtet, és mert a papírra, itatós papírra, még mielőtt beletennétek ugye az olajba, érdemes egy picit várni, ugye a felesleges olaj tényleg lecsöpögjön onnan. Nincs. Azaz. Közben folyamatosan itt visszatolom. Egyébként nagyon szeretem csinálni a csúroszt, pont ezért nagyon élvezetes készíteni. Tehát, hogy ahogy dagad a tészta, ahol sül, ahogy jön ez a finom illat, és az igazán nagyon komoly illat, az akkor jön, amikor veszem a porcukrot, vagy a kristálycukrot, a fahéjasat, és a lecsöpögött, de még forró csúroszokat meghempergetem benne. Jó, és akkor jön ez az illat. Csináltam egy kis fahéjas cukrost, és csináltam natúrt. A natúrt ugyanis bele fogjuk mártani ebbe a csokoládés szószba, amihez felolvasztottam 150 g még karácsonyról maradt étcsokoládét. Igen, még most is van. Tehát étcsokoládé. Hozzáadok egy kis kávét, ami körülbelül egy olyan jó 3-4 cent. Így. Adok hozzá még egy kis mokáskanálnyi őrölt fahéjat, így, és egy kis oranzsinát. Igen. Kis szerelést tudjátok a boltokba, nagyot a webshopba. Így. És ami még ebből sem hiányozhat, az egy pici só.
Így. Na most kérem szépen jön a keverés. Tehát narancs, kávé, csokoládé, egy pici só és őrölt fahé. Ez az, ami egyébként a csokoládét, nézzétek meg a folyadék, mennyire besűríti. Hmm.